Sziasztok! Gyertek beljebb! Otthonában fogadja stábunkat a Bőle család, hiszen a 9 hónapos ikerlányok nem könnyítik meg Lukács és felesége Ági mozgását. Bár nagyon szerettünk volna, ezúttal nem babázni jöttünk, hanem egy teljesen más témáról beszélgetni. Bőle a tavalyi szezon jelentős részét kihagyni kényszerült, ám a szezon végén megerősödve tért vissza, idei csapatunknak pedig már alapembere. A történet több mint egy éve kezdődött. A Fradi a legnagyobb csapat Magyarországon. Részese akartam lenni valaminek, és hát remélem, hogy leszek is. Nagy változást hozott, mert eddig külföldön éltünk, távol a családunktól, most viszont itthon lehetünk, és hát teljesen más olyan közegben lenni, ahol értjük a nyelvet, ahol ismerünk mindenkit, vannak barátaink. Úgy gondoltuk, hogy tud nekünk segíteni, hiszen olyan erényeket csillogtat, gyorsasága megvan, az egyéni akciókat jól csinálja, tehát egy az egybe nagyon jó. Azt gondoltuk, hogy a csapatunknak erre szüksége van, ezért igazoltuk le. Bőle az Európa Liga selejtezőkön, valamint a Puskás Akadémia elleni nyitófordulóban még játszhatott, majd megtörtént a baj. A Midtjylland elleni meccsen a jobb combközelítő izmom szakadt le a csontról, megpróbáltuk a műtét nélkül rendezni a dolgokat, nem jöttem helyre, és akkor decemberben volt a műtétem. Ez egy elég hosszú folyamat volt, ami hol jobb, hol rosszabb állapotba került. Előbb akart visszatérni, és akkor így folyton előjött. És akkor végül hozott egy döntést, hogy ez így nem mehet tovább. Nekem még soha semmit nem kellett műteni, tehát sportból kifolyólag semmilyen ilyen komolyabb sérülésem nem volt. És ezzel is úgy voltam, hogy mikor megtörtént, hogy úgyse kell műteni, nekem soha semmit nem kell, hogy helyre jön és jó lesz. És akkor, mikor eldőlt, hogy akkor műtsük meg, még akkor is ilyen idegen volt ez egész, hogy fú, hát engem most meg fognak műteni. És akkor a következő héten már repültünk is ki a Rehadokival Finnországba. Jól sikerült a műtét, és onnantól kezdve a felépülésem is, meg tényleg az edzésmunkám is egyre jobb volt, és egyre többet tudtam csinálni. Úgy tekintettünk ebben a szezon előtt rá, mint az egyik legjobb igazolásunkra, hiszen azért ismertük az edzésekről, és tudtuk azt, hogy mire képes. A műtét utáni időszakot azonban voltak, akik megszépítették. Pont akkor jöttek a lányok is, úgyhogy ebből a szempontból nehéz volt, tehát hogy minden egyszerre történt. De abból meg jó, hogy akkor a Luki itthon volt, akkor tudtunk egymásnak segíteni. Mindenki műtét után lábadozott igazából, kis meg én is. Amikor hazajöttem, akkor elszakadtam ebből az egészből, hogy én sérült vagyok, hogy ott vagyok, de nem tudok a társakkal együtt edzeni, nem tudok részt venni az edzésekkel, nem tudok hozzátenni a csapatnak a sikereihez, vagy éppen segíteni a sikertelenségbe. Ezt nagyon rossz átélni, tényleg, és az rossz, hogy ezzel minden nap szembesítik az ember. Tehát minden nap oda megyek, és próbálom csinálni, de fáj, és nem tudom csinálni. És minden nap csinálom a rehabilitációs gyakorlatokat, és érzem, hogy nem jó még. És akkor tudom, hogy hú, még mennyi, még egy-két hét. És akkor ez tényleg így nem könnyű. Főleg fejben. Fontos fordulópont volt, amikor Bőle a kadizi edzőtáborban végre teljes értékű edzésmunkát végezhetett a társakkal, ám a megpróbáltatások akkor értek igazán véget, amikor játékosunk az utolsó két fordulóban kezdőként léphetett pályára, ráadásul nem akárhogy zárta le nehézkes időszakát. Nagyon örültem annak a gólnak, végre ugye megrúgtam az első gólomat a Fradiban. Jó sikerült meccs volt számomra, a csapatnak már annyira nem, de úgy érzem, hogy már előtte is én már ezen túl lendültem. Igazából az annyi volt jó, utolsó meccs volt, ugtam egy gólt, ez inkább ilyen lökést adott, meg várakozásokkal teli időszak volt ez, hogy újra elkezdjük az edzéseket, csináljuk felkészülés, jönnek a meccsek, és akkor ezt tényleg így vártam nagyon. Ez nagyon kellett lelkileg mindenkinek, úgyhogy az egyik legfontosabb gól volt így a szezon alatt, vagy hát a karrierje alatt inkább. És hogy miben más a mostani Bőle Lukács, mint az egy évvel ezelőtti? Megjelentek az őszhajszálak itt oldalt, úgyhogy annyiból tényleg változtam. Hát nagyon mozgalmas év volt a tavalyi. Most úgy érzem, hogy tényleg itt egyenesben vagyunk, mind én a csapatnál, mint az életünkben, úgyhogy remélem most már csak tényleg felfele irányul minden.
Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.